25 évvel ezelőtt, 1999. január 1-én vezették be az eurót. Az Európai Unió vezetői 1998. májusában jelentették be azt a 11 országot, amely közös valutát tervez használni, majd a következő évben ezekben az országokban be is vezették az eurót. Bár a gyakorlati átállás 3 évig tartott, 1999-ben hivatalosan is létrejött az Egységes Monetáris Unió. Azóta több állam is csatlakozott, az eurozóna jelenleg 20 országból áll.